A koronavírus járvány kitörése és az azt követő válságintézkedések, valamint a digitális oktatás bevezetése miatt sok dolgozó kivette a szabadságát, vagy éppen fizetés nélküli szabadságra küldték őket. A csökkentett munkaidő bevezetésével is sok cég élt, ám mindez több negatív következménnyel járt. Egyrészt a munkavállalók 60-70%-ának alig maradt szabadsága, másrészt a veszélyhelyzet megszűnésével újrainduló gazdaságban még inkább szükségük lehet a dolgozókra a vállalkozásoknak, így nagy valószínű sokuk számára a nyár nem a nyaralásról szól majd. Cégek jól gondolkodnak, akkor egy minimális szabadságot próbálnak még a nyáron biztosítani a dolgozóknak, aki bele tud férni még a vészhelyzetbe 20-áig, illetve a többieknek még a munkatörvénykönyv szerint is nem kell a munkáltatónak az összes szabadságot megadnia egyszerre, maximum egy évet, 14 napot. Hát valahogy ezt kell kigondolniuk, hogyan tudják egyrészt a dolgozók igényeit is biztosítani, másrésztről a munkahelyeket beindítani. A Tolna megyei kereskedelmi és iparkamara elnök azt mondja, 2020 nehéz év lesz minden gazdasági szereplőnek. A veszélyhelyzet megszűnésével indulhat újra az építkezés. Fischer Sándor szerint további segítségre van szükségük a magyar cégeknek. Még további intézkedések kellenek annak érdekében, hogy a vállalkozók bizalma megnőjön, mert csak így tudjuk a gazdaságot helyreállítani. Márpedig nagyon kell, mert azért ebben akárhogyan alakul ez az év, ez mindenképpen recesszió lesz ebben az évben. Vagyis csökkenni fog a GDP, kicsit nőni fog az infláció is. Tolna megyében 1-2 ezer ember állása került veszélybe a koronavírus járvány kitörésekor. Különösen a vendéglátás turizmusban voltak nehéz helyzetben a munkavállalók. Az elbocsátott vagy fizetés nélküli szabadságra küldött munkavállalók egy része más szakmában helyezkedett el, vagy külföldi munkára pályázott. Fischer Sándor attól tart, további elbocsátások lehetnek Tolna megyében. A vállalkozás vezetők egy része úgy látja, ugyanaz a munkamennyiség elvégezhető kevesebb dolgozóval is. A szabadságolások és csökkentett munkaidő ezt mutatta meg a számukra. Nagyon úgy néz ki, és ettől nagyon félek őszintén, hogy a jelenlegi munkavállalóknak a hát egy nagyon kisebb hányad, hát egy olyan 10-20%-a negatívan is érintheti, kiderülhet, hogy a munkaerő gazdálkodásból a cégeknél, hogy nincs szükség annyi munkaerőre. Eközben a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat és a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint idén áprilisban a koronavírus felfutásakor egyetlen hónap alatt 73 ezeren vesztették el a munkájukat. Ez azt jelenti, hogy idén az év negyedik hónapjában nagyjából 4.386 ezeren dolgoztak Magyarországon. Ez 136 ezerrel kevesebb aktív munkavállalót jelent, mint 2019 áprilisában. Tukacs Imre, a Magyar Szakszervezeti Szövetség Tolna megyei irodavezetője azt mondja, most arra már több mint 300 ezer munkanélküli van az országban. Szerinte a tömeges elbocsátások a tömegtermékeket gyártó cégekre, például az autóipari beszállítókra jellemzőek. A munkavállalókat is felkészületlenül érte ez a vírus, illetve a vírussal kapcsolatos munkaerő felesleg, ami gyakorlatilag rengeteg embert érintett Magyarországon, itt közel 300 ezer főről tudunk beszélni, munkanélküli létszámot, ha említhetünk. Gyakorlatilag azt kell mondanom, hogy az embereknek nincsenek tartalékaik. Arra vannak utalva, hogy gyakorlatilag a kormányhoz munkanélküli ellátásért folyamodjanak, ami nagyon csekély. Gyakorlatilag a tisztességesebb vállalkozások bónuszpénzekkel engedik el a munkavállalókat, a szakszervezettel lefedett vállalkozásoknál pedig folyamatos konzultáció van, illetve próbáljuk őket maximálisan segíteni, illetve tartalékokkal rendelkező vállalkozások meg is tartják a munkavállalókat. A szakszervezeti vezető szerint a cégeknek járó kormányzati bértámogatást újra kellene gondolni, mert sok vállalkozás egyszerűen nem tudja azt igénybe venni, hiszen ott, ahol nincsenek megrendelések, nem tudják kigazdálkodni még a csökkentett munkaidőhöz szükséges önrés sem. Tukacs Imre szerint emellett a munkájukat már elveszítőknek is szélesebb körű állami segítségre lenne szükségük. A kormány sem tud megrendeléseket szerezni a munkáltatóknak, illetve a vállalkozásoknak, de egészen biztos, hogy a munkanélküli járadék fizetésének a 3 hónapos határidejét, hogyha több kitolnák, akár 6, akár 9 hónapra, az nagy lehetőséget adna a munkanélkülivé vált dolgozóknak.
hogy új munkahelyet találjanak ez idő alatt. Ez a 3 hónap jelen pillanatban még arra is sem biztos, hogy elég, hogy a járvány véget érjen ez idő alatt. Az országban több cég is úgy vált meg a munkavállalóitól, hogy rákényszerítette őket a közös megegyezésre. A szakszervezeti vezető szerint viszont így a munkavállalók kifejezetten rosszul járnak. Olvasatlanul ne írjon alá senki egy felmondást, ne egyezzen bele feltételek nélkül bármiben. És az ígéretek, amik elhangzanak a munkáltatók részéről, azokat is jó, hogyha papírra vetjük, hiszen azok csak üres ígéretek maradnak. Szerintem mindannyian tudjuk, hogy a szó elszáll, és csak az írás marad. Akinek méltatlanul szűnt meg a munkaviszonya, és nem szakszervezeti tag, mert a szakszervezetek általában eljárnak ezekben az ügyekben, azok a munkaügyi szakhatóságokhoz kell forduljanak, a kormányhivatalokhoz, meg tudják vizsgáltatni azokat a felmondásokat, amiket készhez vettek, és a felmondások jogosságát is lehet vitatni akár későbbiekben is. Ezekben az esetekben valójában nem hiszem, hogy visszakerülnek ezek a munkavállalók ezekre a munkahelyekre, de én úgy gondolom, hogy intő példa lehet ezeknek a munkáltatóknak, hogy mégsem tehetsz azt, amit szeretnél. A szakszervezeti vezetőhöz hasonlóan Fischer Sándor, a Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke is azt mondja, hogy a munkahelyek megtartásához és ahhoz, hogy a cégek minél könnyebben viseljék át a koronavírus okozta gazdasági válságot, mindenképpen újabb kormányzati segítségre van szükség.